Az ötös lottó tavaly szeptember óta halmozódó nyeremény alapjának hatására lottólázban ég az ország. A legnagyobb főnyeremény az ötös lotton 2003-ban volt, akkor egy szerencsés játékos több mint 5 milliárd forintot vihetett haza. Az utóbbi hetekben jócskán megugrott az érdeklődés a lottózás iránt. A múlt héten volt olyan Romániából érkezett fogadó, aki a 4 milliárdos főnyeremény bűvöletében egymaga sok 105-ös lottószelvényt adott fel az egyik lottózóban. Ezzel mintegy fél órás sorbanállásra kárhoztatta a játékostársait. Kameránkkal az egyik vecsési lottózóban jártunk. De az a igazság, hogy én havi lottóval játszom, és körülbelül két hetenként van még egy kettesem. Most is kaptam egy kettest, és valahogy úgy vagyok vele, hogy nem az olyan nagy nyereményi, nem azt mondom, hogy nem lenne jó, mert jó lenne, de hát azért, hát kicsivel is érjük be, nem? Szerintem túlzás ez a több mint 4 milliárdos főnyeremény? Hát, túlzásnak túlzás, szerintem. Tudna vele mit kezdeni? Hát biztos lenne neki helye, és a családnak is lenne helye, hogy azért mire költem. De hát lassan már elmúltam 70 éves, úgyhogy nem kell ezen problémázni. Rendszeresen tetszik lottózni? Igen. Minden héten veszek egyet, hát ha nyerek. Általában ötös lottóval? Igen, meg kaparós. Egy-egy. Ha nyerek, úgy is nyerek. Nyilván tudja, hogy több mint 4 milliárd a főnyeremény. Tudna vele mit kezdeni? 5 gyerekem van, annyi unokám, úgyhogy bőven volna hely. Az e heti várható főnyeremény 4 milliárd 262 millió forint lesz.